Ali papi, mami, sziasztok gyerekek, üdv a csatornánk, éppen jelentkezik a következő Red Dead résszel. Hát fönnforgások voltak, nagyon sok minden, amiről majd közben fogok beszélni. Annyit előjáróban, hogy most már ultra full nyíl grafikán tudjuk játszani a játékot, mert videókártya sere volt. Ugyanott vagyok, mint ahol abba hagytuk, viszont nekem így végig kellett tolnom megint a játékot egész eddig. Hát olyan túl sok rész nem volt, ugye, vagy olyan túl sok történés, de végig kellett jönnöm, mivel megvettem a játékot, eddig a törverzióba próbáltam ki. Hát általában itt szoktam, hogy hát nem, figyeljetek, ne haragudjatok, nem akarok köntörfalazni. Tényleg általában itt szoktam, hogy így. Na, ezt nézzük végig, aztán folytatjuk, jó gyerekek? Egy kicsit feljebb vettem a hangerőt, hogy nagyon jó hangulatosak a hangok, a zenék, szóval élvezzük azt is. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard! You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge business long ago. They were talking about trains and detonators here. Combe always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you, my fancy living on deer piss and rabbit shit, I'm getting too old for that life. Ugye... Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Gyerekek, elmegyünk szerintem vonatot rabolni, vagy nem tudom, mivel... Ugye volt egy olyan szituáció, amikor még ott az első háznál még kigyulladt. Elkaptuk egy csávót, és ő mondta, vagy így, amikor kihallgattuk, hogy valami vonatrablásra készülnek nem messze. Szerintem azt fogjuk most megcsinálni. Egyébként, na, közben annyit akartam elmondani, hogy igen, újra kellett kezdenem a játékot. Egész eddig ugye elvittem egy ültőhelyembe itt, mert nagyon élvezem egyébként. Most már ultra grafikán teljesen kihúzva tudunk játszani, mivel videókártyasere volt. Kicsit a hangerőt azt feljebb hoztam, rohadt jók ezek a zenék, ilyen tök feszültségteremtőek. Meg mit szerettem volna mondani? Igen, és megvettem eredetibe a játékot. Nagyon sokszor csinálom azt, hogy kipróbálok egy játékot, és hogyha nem tetszik, hát igazából ezzel nem nagyon lett volna ilyen probléma, de hogy fusson jól, minden jól működjön, és addig nem veszem meg. Tudom, hogy Steamen van ilyen visszatérítés egy óra után, de mégis inkább választom az egyszerűbb utat. Hát most viszont tényleg megvettem, mert ez a játék, ez úgy érzem, megérdemli mindenképpen. Sokat akarok vele játszani, és milyen jól néz ki. Eddig nem volt ez a költszerű dolog. Gyerekek, megyünk akkor akció, meg lesz az első ilyen akciós bevetésünk. Nem tudom, nem-e hangos a játék. De annyira jól néz ki ez a játék, én mindig ezzel vagyok elfoglalva. De tényleg. Még mindig ebben a havas részen vagyok, kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy fog szuperálni majd akkor is a grafika, mármint hogy fog kinézni, amikor ki fogunk innen menni ebből a havas részből, mert itt azért eléggé egyhangú, ugye nagyon sok a fehér, a textúrák azért eléggé egyhangúak, kíváncsi vagyok tényleg, amikor egy ilyen változatosabb környezetben fogunk lenni. Sokan írtatok, annak ellenére, hogy ez a sorozat ugye nem annyira népszerű, mert azért itt a triplai címeket nem nagyon szokták meg az én csatornámon, és nem is ezeket várják, viszont én nagyon szeretem ezt a játékot, és köszönöm annak, aki írt az ügybe, hogy épp mit csinálok, meg mit érdemes.
Rendben, uraim, ennyi volt. Készen állunk? Kész, Dutch. Jó. Nos, Mr. Morgan és én. Egy kicsit felmegyünk ide. Meglátjuk, hogy meg tudjuk-e nézni a tábor alaprajzát. Mr. Williamson, Mr. Bell. Önök ketten a táboron kívül rejtőzködnek. Mr. Summers, Mr. Escuela. Önök ketten itt foglalnak helyet. Let's go. Menjünk. Egyébként most más magyarosítást is tudtam, aztán az eredeti, ez van egy ilyen komolyabb Steam-os magyarosítás. Úgyhogy ez is egy kicsit kifinomultabb. Na, várjál, eljutni a szikla peremére. Fasz, hogy nagy, úristen, hogy néz ki a játék, annyira bírom meg az egész. Minden egyes kép olyan, mint valami íze, vagy festmény szinte. Én nagyon szeretem, és nagyon akarok ezzel játszani. Most valószínűleg jobban jönnek a részek. Eddig egy GTX 970-en volt egyébként az eladó. Itt, hogyha valakinek kell egy GTX 970, olcsón megszámolom. Postázom is meg minden. Ott van az a Calm, aki elvileg ugye az leírtakból, amiket bennünk így beszélgettek a karaktereink, valami banda vezér, valami rivális bandának a vezére, aki mi, ez a Dutch gyerek, akivel most itt vagyunk fenn, nem szeret. És ez nagyon érdekel, hogy ez mi lesz ezzel. Valószínűleg, hogy ez lesz egy ilyen boss-szerű, hogy ezzel fogunk harcolni. Hoppá, valakit felpofozott, egy emberét talán. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Gyerünk, menjünk le oda, oké. Okay. Szuper! Wow! Hogy esik a hó, gyerekek? Hogy néz ki a játék? Mindig ezt mondom, de annyira imádom. Mondtátok, nagyon figyeljek a sztorira, mert ilyen... Na, puska lóról. Mondtátok, hogy írta valaki, hogy nagyon játéktörténelem egyik best sztoria, úgyhogy fogunk rá figyelni, ezt már tudom, hogy itt van, már így. Puska! Jó, gyerünk, menjünk. Megyek. Azt megyek. Komolyan mondom, hogy ránézek, egy fordulok egyet, és akkor meglátom, ahogy mennek a hóba ezek a csávok, hogy barom, jól néz ki. Na. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else. Ugye most várhat ez az a Colm csávó, aki ugye ellovagolt, hanem inkább arra koncentrálunk, hogy ellátmányt szerzünk meg minden. Lenézek itt, meg kell néznem ezt a helyet. Azt a betyár. Kicsit felhangosítottam, nagyon halljátok ezeket az ambienteket, amiket így dum. Nem is zene, hanem ilyen ezek a zúgások, meg dobütéseket, borzalmasan jók. A hóropogás, nem élem, hogy halljátok. Legszívesebben egyébként ezt úgy játszanám, hogy nem beszélek, hanem hogy sokkal inkább visszaadnám az élményt, tök szerintem. Meredek óvatosan. Nem tudom, játszottam-e ilyen jó játékkal. Komolyan mondom, hogy ennyire ilyen magával ragadóval. És hogy tudják megcsinálni rockstárosok, hogy fordítod a kamerát és nem takarja ki a karaktert, nem bugol be a környezetbe. Normálisan mutat mindig, nem? Kamerakezelés, ilyeneket is alapvető dolgokat meg kell tanulniuk. Más fejlesztő cégeknek belső nézet. Egyébként ez azért külsőben élvezhető, mert rettenetesen jól meg vannak csinálva az animációi a karaktereknek. Ja, újra kezdtem, végigtoltam az egészet, egész eddig ugye. Megcsinálni azokat a questeket vagy küldetéseket, amiket már csináltunk, hogy ugyanonnan vegyük fel a folyamatot, de egyáltalán nem untam, basszus. Nem, mintha olyan túl sok mindent csináltunk volna eddig.
Még érdemes volt itt megvennem ezt a játékot. Egyébként Steamen most le van értékelve, vagy 60%-kal azt hiszem. Mi jó. Akkor megtámadjuk, itt gondolom kiírtunk mindenkit, az lesz. Új, végre lövöldözhetek. Egyébként az egerem, ugye van egy olyan egerem, amelyiken lehet állítani a menet közben is a DPI-t. Jó, le kéne googolni. Aha. Jó. Fegyver elővesz. De várj, nem ez a fegyver. Nem az a fegyver kell. Azért, hogy tudjak normálisan célozni, mert ha nincs beállítva, ugye túl gyorsra, akkor a célzást azt elfelejtheted. Oké, menjünk fedelékbe. Q-val, ugye? Mit csinálunk, Dutch? Just make the call. Ja, csak call. Akarsz vezetni? Menj. És akkor elvileg mi? Tartsd a gombot, miközben Dutchra nézel, hogy beszélhess vele. Nincs időnk vitatkozni. Vegy át a vezetést, küld a bandát. Én akarok vezetni. Kive... Mi? Én akarok vezetni. Én kezdem. Na. Nézzük, hol vannak csávok. Itt van egy, ott van egy, meg gondolom arra fele. És nem, hogy a sajátjaimat lövöldözöm. Jó, itt mi itt vagyunk. Na, adjunk neki, gyerekek. Mi volt ez a két kamera? Az megél. Benállok az oszlop mögött, nem engedek lőni. Gyerekek! Nem túl hangos a zene? Van a csávó, még van elvileg. De nem láttam! Nem láttam! Nem tudom, a zene nem-e hangos, meg nem a copyright-os, kíváncsi vagyok erre. Hú, kiírtuk őket, kutassátok át a testeket, szedjétek le róluk mindent, amit csak lehet. Ja, hát, hogy át lehet kutatni a testeket. Az olyan, van itt holtest bőven. Na mindjárt nézelődjünk. Állóképesség... Itt lehet kutatni őket? De jó, itt van egy csomó. Jól van, pénzt találtunk nála. Jó van, oké, kutassunk. Ja, és tök jó, amit kilutoltunk, az ilyen, ugye X-el jelzi a minimum pont, de amit kilutoltunk, az már miatt tökény. Valaki lő bazza. Jön az eltérből, miért közül, mit csinál? Fedelék be! Húha! Ez
amit meg dizájt lehetne aktiválni. Ó. Ú, van ilyen? Az a gyerekek, van olyan, hogy egy ilyen bullet time-szerű lassítás. Még vannak? Hol vannak? Hogy van, hogy ki lehet választani, hogy defendeljük inkább, vagy pedig támadjuk, defendeljük. Az a D-Dye az egy kicsit nagyon csites. Nagyon egyszerű így. Gyerekek, ez nagyon cheater, ez nekem nem tetszik. Ez ilyen végtelen? Vagy egy idő után elfogyott? Jó, elfogyott, jó. Jó. Olyan lassan lő el a fegyver, gyerekek. Mi az fogyasztós szinte megtalálhatok a tárkerékben? Használj Tony Kota. Miért? Mit használják? Tárgy? Ezt kell használnom? Nem, ezt kell használnom, ugye most? D-Dye Tonic, aha. Ja, és akkor D-Dye-on azt föl megy, és tudom használni. Jó, oké. Okay. Oké. Okay. Majd egyszerűen használtam egyébként. Jó. Magyarul azzal tudom ezt a D-Dye-t feltölteni. Várunk rá, de attól. Oké, okay, gyerekek, szét akarom lootolni ezeket. Nem ragudjatok már. Rakjuk el a fegyvert. Ja, akkor ezt a D-Dye-t fel kell tölteni, az jó. Én azt hittem, hogy az ilyen végtelen, hát az egy kicsit ilyen OP lenne nagyon. De, na nézzük, mi? Ismétlő töltény, normál. Egy jeant találtunk náluk. Nézzük, hogy miket találunk. Az ennyi... ez is zsebóra. Gondolom, akkor ezért azokat meg el lehet adni, vagy valami ilyesmi. Dolcsi mód nálam. Sát kutatja, nem ám, hogy csak izé, loot az csá. Ismétlő töltény normál. De ennyi hullát, ez lehet, hogy egy kicsit erős, nem? Mindenkit ki kéne utolnom. Baza, mennyi, rengeteg hulla van, hallod itt. Itt jöttek be az 50-en. Jó, egy kicsit szoknunk kell még a harcot, bocsi. Egészségügyi polac. Ja, hát ezeket lehet itt tölteni. Tök jó. Várjál, tabot megnyomom. Hát. Erre nem lehet előhozni, de ez tök gáz, hogy mindig így át kell váltani erre. Itt mutatja, ha itt van az D-Dye-unk. Jó, ezekre voltam kíváncsi, hogy akkor ilyenkor kirakja ezt a valamit. Kalja meg a minden tököm. Oké. Okay. Jó, hát ha annyira várnak, akkor menjünk. Nem tudom, mit akarnak. Nincs időnk szórakozni. Hát bazze, az előbb azt mondtál, lutoljad. Szép munka, fiúk, most pedig szedjük szét ezt a helyet. Mit csináltunk? Szétszedjük. Bill, menj és keresd meg azt a kocsit. Milyen kocsit? Kutasd át az épületet. Arthur, menj arra az épületre, balra. Rendben, emberek, gyorsan. Keressétek meg azokat a detonátorokat, robbanóanyagokat. Ezt kell átkutatnom. Itt. Itt azt mondjuk. Hát így van. Nem, mi ez? Dinamit. Ez nem volt nehéz megtalálni. Here. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Na, és ezzel fogunk mi vonatot rabolni, vagy mi? Valami ilyesmi lesz, nem? Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. Ó, térkép. This is perfect. Oh, yeah. Interesting.
This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Mount vissza, menjünk. De egyébként jó, a fordítás az még egyen jobb, mint a régebben, de most is ugyanannyira szar. Majdnem annyira szar. Jó, senki nem esett fel, nagyon jó. Azt hittem, megyünk vonatot rabolni a gyerekek. Ja, és közben meg leesett, hogy mi banditák vagyunk. Ilyen bandita banda. Írta valaki, hogy annyira részletes az egész, hogyha bandita tagok majd meghalnak, akkor meg lehet őket találni a sírjukat. Mennyire veszélyes lehetett az élet egy ilyen a vadnyugaton, nem gyerekek? He'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are. Egyébként ugye ez a történet, dátum szerint pontosan nem tudom, mikor játszódik, viszont akkor, amikor már kezdődik az iparosodás, ipari forradalom. Szóval konkrétan a vadnyugatnak így a vége. Jó, egész jó fut. Tesztelgettem, addig ugye kiraktam a tesztelőprogramnak az ablakát, amíg eljutottam eddig. Ugye mondtam, hogy újra kellett kezdeni. Egész jó, 60 FPS-re köcög. Ki el kell kaptam? Lasszóval? Azt sem tudom, hogy kell, basszul. Kap. Hol a lasszó? Itt. Hogy kell lasszózni? Komolyan lasszóznom kell, nem? Egyébként. Utolsó ére, nem, hogy lasszózzak. Megyek, megyek, elkapom. Milyen messze tudok lasszóval dobni? Nem sikerült maga. Ez az! Ez nagyon jó. Várj, hülye voltam, mert elengedem. Üljönni kell, tartani kell a gombot. Jobb gombot tartani kell, amíg meg nem kötözöd, mert különben leugrik róla lasszó. Kifosztani? Vedd fel, várj, ki is fosztjuk, ne viccelj. Hát van nála valami, ez nagyon meglepő. Dolcsi volt, vedd fel. Mindig van valami tök érdekes dolog a... ebben a játékban, amit történik, mi kezdene menni a nap? Ja, kezd sötét lenni. Föl kéne szállni, mondjuk. What's your name, boy? I don't know. Ki jelen vagyok? Ki jelen? Ez egy nagyon rossz nap számodra. Hol viszel? Nem fog tetszeni. Mit fogsz vele tenni vele? Valamit, ami nem fog tetszeni. Kemények vagyunk azért. Mondhatok, hogy figyeljek a morálra. Tehát azért annyira gonosz ne legyek. De mondjuk az is poén lenne, egy ilyen tök ilyen nagyon gonosz gangsterek lennének.
Jobban van, fogod a szálltak is szorázni. Vagy én fogom be helyetted. De jól néz ki a játék, gyerekek, ez a lemenő üvé, vagy ilyen sötétedés, úristen. They don't tell me nothing, I swear! Oh God, please no! Are you trying to test me? Is that it? Próbálkoztani, arról van szó? Mert minden csontod eltöröm. Sajnálom, sajnálom, oké? Ezt jól szó se több a világos. Hogy néz ki ez az egész havas rész? That's two bones right there. Nem tudom ki volt ennek a ki volt ilyen értelmi szerzője ennek a játéknak, hogy gondolom biztos vannak ilyen művész, vagy ilyen art designerek, vagy nem tudom, mert tényleg művész ilyen szép. És biztos technológiailag vannak több poligonból, meg álló, meg modellek, meg részletgazdagabb textúra. És ez mi ez a ház? Az itt jövünk el. Ez mi ez a ház? Ja, itt vagyunk, jó, oké, mondom, hol tökönbe vagyunk, gyerekek. De így az egész összkép az nagyon durva ebben a játékban. Meg főleg az, hogy egy open world játékban így ennyire. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Kössük már ki azt a lovat. Távolítsuk el a sávot. Mit csinálunk ezzel a gyerek? Remélem nem megnyúzzuk basszus vagy a ilyesmi, mert akkor megőrülök. Hát az én annyira gonoszok biztos nem lesz. Hova vigyem be? Hova vigyem? Ne aggódj, nagyon kedvesek. Ezért remélem annyira nem fogják bántani. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. Üdvözlünk az új otthonodra, nagyon boldog vagy itt. Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed 'em as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it. Ez a Dutchen, ez nem vagyok benne biztos, hogy ez ilyen nagyon jó emberke. Nem fog minket elárulni, meg hasonló. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Well, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Jó, oké, nem tudom. Ez is megvan, még sincs este, gyerekek. De szerintem folytatni fogjuk innen mindenki. Haj, de jó. Néhány nappal később. Ezeket nem, ez olyan játék, amit nem bírsz abba hagyni egyébként. Jaj, remélem kisüt a nap végre. Dutch being Dutch, he is busy making plans and Dutch being Dutch, no, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. Hmm. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we going to the water tower? We could leave. I thought we was lying low. Yeah.
Come on! What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him? Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train. Szerintem elbúcsúzok, és innen várlak benneteket a következő részben. Nincs megállás. Sziasztok!